Ez az Igaz és a Hamis Egyház című tanítás második része. Azt vizsgáltuk, hogyan jött létre a hamis egyház. Megnéztük, hogy mit írt Pál erről a korintusiaknak, a 2. Korintus 9. részének első verseiben. Megnéztük azt a figyelmeztetést is, amit Pál a korintusiaknak írt második levél, 11. részének első verseiben, amikor rámutatott ennek a problémának a gyökerére, ami egy másik Jézus, más szellem és más evangélium. És bármikor elfordulunk Jézus igazi bibliai képétől, és más képet mutatunk be, egy más szellem, ami nem a Szent Szellem, lép be a szellemi területre, és egy másik evangélium lesz a vége. Amikor arról gondolkodtam, hogyan folytassam, Isten emlékeztetett arra, amire Pál ünnepélyesen figyelmeztetett a Galata levél első részében, ahol azt mondja, hogy bárki, aki más evangéliumot hirdet, legyen átkozott. És meg is ismétli, átkozott legyen. Az a szó, amit átoknak fordítottak, a görög nyelv egyik legerőteljesebb szava. Az a szó, amit átoknak fordítottak, a görög, nincs ennél erősebb szó, ami Isten helytelenítését és elutasítását kifejezné, az anatéma szó. Ez egy nagyon lényeges téma. Nem mellékes vagy másodlagos, hanem arról van szó, hogy elfogadjuk-e az új szövetség evangéliumát. Ha másik evangéliumot hirdetünk, és nem térünk meg, akkor kifejezetten Isten átka alá kerülünk. Egyszer ezen gondolkodtam, és láttam magam előtt a szomjas emberek tömegét. Arra gondoltam, hogy egy és csak egy forrása volt a tiszta élő víznek. Azok, akiket szolgálóknak hívtak, élő vizet hoztak a szomjas embereknek. És láttam azt is, hogyan reagált valaki, akitől elvették az élővizet, és valamilyen káros, mérgező anyagot vittek a helyére. És amiről Isten azt tervezte, hogy életet ad, betegséget és halált hozott. Ez egy nagyon szemléletes kép a Biblia evangéliumának felcserélésére. Ma a legtöbben nem hiszik el, nem ismerik fel, milyen súlyos ez a kérdés. Nem akarom, hogy bárki is nyilvános megvallást tegyen, de úgy érzem, hogy a Szent Szellem azt mutatja nekem, hogy néhányan itt más evangéliumot hallgattok. Szeretnélek figyelmeztetni benneteket, hogy ez méreg. Veszélyeztetitek a lelketeket, ha más evangéliummal játszadoztok. Minden más evangélium, amit kitaláltok, megrövidíti a szíveteket. Ez a hamis egyház eredete és forrása. Egy más Jézus, egy más szellem és más evangélium. Majd felvázoltam a hamis egyház általános bibliai képét. Az egyik típus, amit a Biblia bemutat, Jézabel, aki nem izraelitaként egy izraeli királyhoz ment feleségül, és bevitte Izraelbe egy teljesen démonikus, gonosz lény, Baál imádatát. Amikor hatalmat kapott, ő lett Isten valódi prófétáinak a legnagyobb üldözője, és a királyság terhére 400 hamis prófétát tartott el. Ő volt a felelős egy teljesen ártatlan ember, Nábót és fiának a haláláért. Egyszerűen gyilkos volt.